Annyi minden van jelen, amit megszüntetni nem lehet. A Kuckó Bölcsöde kisgyermek nevelőjének, Zsolnai Dórának gitár és énekjátékával kezdődött az idei, 7. alkalommal megrendezett Bölcsödék napja a B32 Galéria és Kultúrtérben. Az elmúlt években óriási fejlődést mutatott a bölcsődei intézményrendszer és a benne folyó nevelői munka. Ez egyebek között annak is köszönhető, hogy a bölcsődei ellátás hivatalosan is a köznevelés, mint a legnagyobb ellátó rendszerek egyikének részévé vált. Az önkormányzat is igyekszik kivenni a maga részét a bölcsödék támogatásában. Egyrésztről a bölcsödében dolgozók megkapják azt a törvényi maximumot, amit a kafetériában adhat az önkormányzat. Megkapják azokat a bérkiegészítéseket és azokat a jutalomkereteket, amit a önkormányzat biztosít a részükre, és az intézményhálózatban is megtörténnek azok a fejlesztések, amik én azt gondolom, hogy a 21. századhoz közelítik az intézményeinket. Konkrétan ugye itt különböző sóbarlangok, akár a héten is történt egy sóbarlangnak az átadása, illetve nagyon fontos az, hogy Új-Budán egyedülálló módon már a bölcsődei nevelésbe beépül a környezettudatosság és a környezetvédelembe való nevelés, és azt gondolom, hogy ez egy olyan kuriózum szintén itt a kerületben, amire büszke lett minden újbudai. A bölcsődei dolgozók életében, a kerületben az is újdonság, hogy az alapszolgáltatások bővültek. Ez a gyes és gyeden lévő anyukáknak nyújt majd segítséget, hogy pár órára el tudjanak menni otthonról ügyeket intézni, és ezen idő alatt gyermekük közösségben felügyelet alatt legyen. Az alapellátás mellett a szolgáltatások bővültek, felügyeleti csoportot nyitottunk a Napsugárbölcsödébe. Ez olyan édesanyáknak ad nagy segítséget, akik otthon vannak, gyesen vagy gyeden, de néhány órára valamilyen programjuk van, és be tudják vinni így a bölcsödébe, vagyis hát a felügyeleti csoportba a gyerekeket. Szeptembertől játszócsoportot fogunk nyitni, már a Bóbita bölcsödében meg fognak kezdődni lassan a munkálatok. Ez is nagy örömünkre szolgál, mert az alapellátás miatt, hogy olyan nagy számba vették igénybe a családok az alapellátást, sajnos vagy 10 éve nem tudtunk ilyen szolgáltatást nyújtani a családoknak. Az év másik kedvező fordulata volt, hogy a középfokú végzettségűek is részesülhetnek a pedagógus életpályamodell keretein belül biztosított bérkiegészítésben. Szokás szerint a bölcsödék napján idén is több kisgyermeknevelő részesült polgármesteri dicséretben, amelyeket Molnár László alpolgármester adott át a kitüntetteteknek.